És mikor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az 5 kenyeret és a 2 halat, és a szemeit az égre emelvén hálákat adott, és megszegvén a kenyereket adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek, és megelégedtek, és felszedték a maradék darabokat 12 teli kosárral. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. Máté Evangélium a 14. fejezet 19-től a 21-ig tartó verseket olvastam fel, tehát most mind a 4 evangéliumot bekapcsolva ennek a történetnek a részletezésébe visszatérünk a kezdethez, hiszen Máté Evangéliumával kezdtük el, tulajdonképpen második alkalommal e hónapunkat is, mert ebben a hónapban a szánalomról beszélünk. A szánalom a szeretetnek a kapuja. Ha valakinek nincs a lelkében, a szívében szánalom, annak a lelkében bajosan lesz majd vigasztalás, együttérzés, buzdítás, segítőkészség, áldozatvállalás. Szóval a szeretetnek a csodálatos rózsája nem fog kinyílni. Vagy az a meleg, ami kinyitja ezt a rózsát, az a szánalom. A szánalom már szeretet. Ne nézzük le a szánalmat, hogy az milyen alacsony rendű szeretet. Hát nem az a nagy szeretet nyilván, mint ami az önfeláldozó szeretet. Kenyeret adni a népnek, ez nem akkora nagy szeretet, mint a keresztfán kivérezni az emberiségért. De már szeretet. Már ott van a vonal, hogy eddig volt a gyűlölet, az emberek lenézése, lekezelése, magunk sajnálása, itt is lehetne jó néhány szakaszt elkülöníteni, de innen most már kezdődik a szeretet, a szánalomtól. Jézus gyógyított, sokra tanította az embereket, táplálja az embereket, és amit nem értenek meg a tanítványok, mert nem Istenre figyelnek, és sokszor ezért a kereszténységen belül is csak olyan emberi szánalmat érzünk és látunk. Az isteni szánalom az lenne, amikor tényleg értelemmel párosulna a szánakozó szeretet, amikor Istenre figyelve sajátítanánk el tőle azt, amit nekünk akar adni, vagyis mit akar adni az Isten? Hogy odafigyeljünk az emberekre. Az életünk, a figyelmünk története, mondta egy magyar költő. Odafigyelni az emberekre, én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Isten, mondja Mikás könyve 7. fejezetében, amikor igazi, minőségi szeretettel tekintünk emberekre, annak láncreakció szerű folytatása kell, hogy következzék. És ennek folytatásaképp azt is kiemeltük, hogy ha már mi nem tudunk az 5 kenyérből, 2 halból szaporítani, Jézus, aki föltekint az égre, kéri a mennyei atya segítségét, Jézus a csodáit soha nem a maga erejéből tette, mindig Isten segítségével, a Szentlélek által, akkor beteljesedik a csoda, és az 5000 férfi, aki a feleségeikkel és a gyermekeikkel együtt azért kiadhatta ezt a 15 000 főnyi sokaságot, 10 legkevesebb, de azért lehet, hogy még több is, mint 15 000 ember volt ott, mert a gyerekek általában nem otthon maradtak egyedül. Nagyon sokan voltak leültetni az embereket, megvendégelni őket, kellő alázattal, és a szolgálatnak a kellő készségével, stílusával, modorával, utána ugyanolyan nemes lelkűséggel összegyűjteni a maradékot, mert ez is hozzátartozik, nem dobunk el dolgokat. Jézus a maradékot szentnek tartotta, és szoktam mondani embereknek, hogy nem csak lelki értelemben van szent maradéka, akiről beszél Ézsaiás próféta könyvétől a fél Biblia,
hogy csak a maradék fog üdvözülni, meg az Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól álnokságot, hogy Sofóniás mondja, és a maradék, hogy Istennek ugyan van egy egész emberiség, meg van választott népe is, van még látható választott népe is, de mindig szűkül, 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 és mindegyikből csak a maradék fog üdvözülni, de arra oda kell figyelni, a testi maradékra is oda kell figyelni. Nem azért van a világunk, nem azért vagyunk a világon, hogy herdáljunk. Nem azért vagyunk a világon, hogy eldobjunk dolgokat, amit csak lehet. Most nem azt mondom, hogy guberánsok legyünk, vagy mindent gyűjtsünk, de aminek van értelme, amit föl tudunk újra használni, akár élelem, akár tárgy, ha meg nem, akkor adjuk másoknak, vagy vigyük arra megfelelő helyre, ahol majd szét fogják osztogatni. Szóval Jézus nagyon sokra tanította a kenyérszaporítás, az egyik, mert volt a 4000, most az 5000 megvendégelésénél tartunk, nagyon sokra tanította az embereket, amikor szánakozó szeretetét megnyilvánította előttük. Mi is sokra taníthatunk másokat, ha figyelmes, odafigyelő, és másokat igazán szerető, alázatos életet élünk. Ezt kívánom mindannyiótoknak a mai napra is.